Ma van az eltűnt gyerekek világnapja. A statisztikák szerint tovább nőtt a hazánkban eltűnt gyerekek száma. Tavaly 19 ezer kiskorú eltűnést regisztráltak. Szolnok megyében ma is mintegy 50 eltűnt gyermeket tartanak nyilván. A nyilvános körözését a rendőrségnek bárki megtekintheti a rendőrség honlapján. Természetesen ez a szám folyamatosan változik napról napra, akár hétről hétre. Jász Nagykon Szolnok megyei rendőrfőkapitányság és helyi szervei jelen pillanatban megközelítőleg 100 főt keresnek eltűntént. Ezeknek körülbelül a fele gyermekkorú, illetve fiatalkorú, azaz kiskorú 18. életévét még be nem töltötte. Feldolgozhatatlan tragédiaként éli meg egy család, ha a gyermeknek nyomavész. Ezért is állt az ügy mellé több civil szervezet is. Ma már nem csak rendőrségi oldalakon, hanem a teljes dobozokon is láthatók az eltűnt gyerekek fotói. Megyünkben is tapasztalhatók jellegzetes eltűnések. Jellemzően ezek a fiatalok lakásotthonokból, nevelőotthonokból, illetve családi házakból rendszeresen eltávoznak. Több népségük 30 napon belül szerencsére épségben és egészségben előkerül. A média is sokat segíthet. A Szolnok Televízió közösségi oldalán közzétett felhívásra legutóbb például maga az eltűnt írta, hogy megvan, jól van, ne is keressék. Legtöbben azonban nem jelentkeznek. A rendőrség ilyenkor adatokat, információkat gyűjt, mind az eltűnt lelkiállapotáról, családi viszonyairól, illetve az eltűnés körülményeire vonatkozóan, és ennek megfelelően teszi meg a rendőri intézkedéseket. Megyünkben legtöbbször egyszerű csellengésről van szó, ritkán fordul elő, hogy a prostitúcióra kényszerítés felmerül. Előfordulhat az is, hogy esetleg baleset történt, vízbeesés, vízbefulladás, vagy esetleg kihűlés. Sőt, az is előfordulhat, hogy esetleg bűncselekmény húzódik meg a hátterében, de szerencsére ez Jász Nagykonszolnak megyében ritka és nem jellemző. Az eltünteket gyakran a rendőrségen kívül a civilek, a polgárőrök vagy a mentőkutyás csoportok is keresik. Ha a teljes dobozon, hirdetésekben, közösségi oldalakon látott gyermeket bárki látni véli, jelezze azt a 112-es segélyhívó számon.